I'm so excited. Are you excited? Én annyira izgatott vagyok. I can't even contain myself right now. Nem is bírom így visszatartani magam most. Are you excited? Ti is izgatottak vagytok? Yeah, all four of you. Mind a négyen itt. One, two, three, four. Egy, kettő, három, négy. Stand up for a minute. Kérlek, hogy álljatok fel egy pillanatra. Raise your hands up. Just nyújtsatok put them straight up in the air. And just say hallelujah. És mondjátok azt, hogy hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you, say hallelujah. Forduljod a melletted állóhoz, és yeah. Mondd neki, hogy hallelujah. Give them a high five. Just adj nekik egy pacsit. Go like that. Yeah. Okay, you may be seated. Jó, leülhettek. Wow. Kű. I can't even control myself. Man, nem is bírom. And it's not because magamon, it's not azért, because my luggage arrived last night. Nem azért, mert végre although that was good. Múlt éjjel, mármint ez yeah. Azért jó. No, it's because hanem azért, great is the Lord. Mert jó az Úr. Great is the Lord. Nagy I said, great is the Lord. Mondjuk azt, hogy nagy az Úr. Yeah. The same four people just said, amen. Ugyanaz a négy ember mondott ámen erre. Hát, dicsőség yeah. Istennek. It's okay. We're going to do something together in just a minute. It's going to be a lot of fun. Egy pillanatra most együtt fogunk csinálni yeah. Valamit, és nagyon jó lesz. Some of you already going, I didn't come here for fun. És lehet, hogy valaki már úgy gondolkodik I came magában, here because it's serious business. Jól érezzem magam, hanem valami well, komoly dolgot akartam csinálni. Well, fun in the Lord is serious business. Hát az Istennel való öröm, az igenis komoly. We said in Moscow that happiness depends on things happening. Azt mondtuk Moszkvában, hogy a boldogság az a dolgok történésén alapszik. But what happens when things don't happen? De mi van akkor, ha csak egyszerűen nem történnek we're a dolgok? Sad. Akkor persze szomorúak vagyunk. It's no fun. Akkor már nincs nem ott az öröm. Nem jó. Nem jó. It's not good. Not good. Nem jó. Nem jó. Yeah. Okay. But joy comes from the Lord. De az öröm az it doesn't úrtól depend jön. On happiness. És az nem függ a boldogságtól. Yeah, amen. Amen. Two of the four just said amen. Most már csak ketten mondták yeah. Abból a négyből, hogy amen. We're going to try to bring those numbers up. Na mindegy, ezt majd valahogy okay. Javítunk ezen. About maybe 6 years ago. Körülbelül 6 évvel ezelőtt. I think it was 5 or 6 years ago. Vagy 5 vagy 6 évvel ezelőtt. It was a New Year's Eve service in Baltimore. Egy újévi istentisztelet volt Baltimore-ban. And Pastor Schaller preached from this verse. És Pastor Schaller erről a versről prédikált, és soha nem fogom elfelejteni. It's in Acts chapter 27. Ez Apcsa 27-ben van. Verse 41. 41. vers. And the reason why, you know, I won't forget this verse. És ok, amiért soha nem fogom elfelejteni ezt a verset. Előbb hagyj olvassam fel, aztán elmondom. And falling into a place where two seas met. 41. De amikor egy zátonyos helyre találtak, they ran the ship aground. Ráhajtották a hajót. And the forepart stuck fast. És az első része ugyan megakadt. And remained unmovable. Mozdíthatatlanul maradt. But the hinder part, the back part, de a hátulsó rész was broken with the violence of the waves. Azonban szakadozott a habok ereje miatt. And he preached the message. It was so good. És erről a versről prédikált, és annyira jó volt. Én meg azt mondom, hogy igen. What a great message. Milyen jó üzenet volt ez. Two seas meet together. A két tenger, ahogy találkozik. And we just get tossed around. És minket így hánykolódunk a habokon. And that night, és aznap este, I developed this very bad flu. Nagyon, nagyon beteg lettem. For 30 days I was sick. És 30 napig azután beteg voltam, influenzás lettem. I lost my job. Elveszítettem a munkám. I think that my dog left me. És szerintem a kutya is elment otthonról. I wasn't saying yeah to that message anymore. És utána már nem tudtam annyira igen mondani and then arra maybe, az üzenetre. Maybe 2 years later he mentioned that verse again. És kb. Két évvel később újra megemlítette ezt a verset Pastor Schaller. As he was preaching, I was like la 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 I don't want to hear that again. Ezt még egyszer nem akarom hallani. Hát az elég kemény volt. Don't preach two seas. No, I don't want to hear that. Ezt az üzenetet a két tengerről ne prédikáld megint. But I want to share from this verse, just de, a small part of it. Erről szeretnék beszélni, legalábbis egy kis részéről. It says, and the forepart stuck fast. Azt mondja, hogy az első része megakadt. So this ship, ezért a hajó, it hit the rocks, ahogyan a zátonyra and futott, the front of the ship, akkor az első része, it was stuck in the rocks. Az megakadt.
It couldn't move. Zátonyra futott, és nem mozdult. And the on the back part of the ship, és a hajó hátsó része, the two seas met together, ahogyan a két tenger ott találkozott, the water was just ripping it to shreds. Akkor a habok miatt, vagy a hullámok miatt a hajó az így szétszakadt. But the ship was stuck. De a hajó első része ugye az zátonyra futott. Stuck. És ez az Úr, hogy így okay, megakadt. So we're going to do something right. Are you ready? Úgyhogy most csinálunk valamit, készen álltok? Okay. So this side right here. Ez az oldal itt. So we'll say that this is one church. Azt mondjuk, hogy ez itt a gyülekezet. Here's the aisle right here. És itt van ugye a középső okay. folyosó. The aisle, we'll call the aisle our natural emotions right here. Ezt a folyosót fogjuk itt hívni a természetes érzelmek now folyosójának. You guys on this side, ti vagytok ezen az oldalon. But everybody on this nyugtan. Side right here. Tehát mindenki ezen az oldalon. When I point to you, amikor rád mutatok, I want you to just praise the Lord. Let's practice it. Szeretném, hogy csak így dicséred az Urat. Gyakoroljuk ezt. Ever just praise the Lord. Shout amikor amen. Amikor rátok mutatok, akkor csak kiabáljátok, hogy amen, gyerünk. Yeah. When I point to you, de amikor rátok mutatok, I want you to go, oh. Azt szeretném, hogy azt csináljátok, hogy, oh. Let's try it. Na, próbáljuk ki. Okay. All right, just hold, don't forget that. Na, ezt akkor most ne felejtsétek el. This is going to be great. You're going to have fun. Jó lesz ez. You're going to tell your kids about this sometime. És majd egyszer a gyerekeiteknek okay. elmondhatjátok. So I'm going to read a verse. Tehát elolvasok egy verset. I'm going to read it from a little different version, but egy kicsit más. You can translate it. Okay. Kicsit más fordításból olvasom, meg majd lefordítom. Okay. In Isaiah chapter 40. Ézsaiás 40. Starting in verse 28. 28. vers. You ready? Yes. Okay. It says, "Have you not known? Do you not know? Have you not known? Nem tudtátok? Have you not heard? És nem is hallottátok? That the Lord is the everlasting God. Hogy az Úr az örökkévaló Isten. Let's try it. That the Lord is the everlasting God. Hogy az Úr az örökkévaló Isten. Most próbáljuk újra. What is wrong with you people? Most mi bajotok van? Csináljátok meg. Well, let's keep going. Na, mindegy, tovább megyünk. I told you, this is... Half of you are having fun. Legalább a csapat egyik fele jól érzi magát. Remember, in the middle. Emlékeztek, is our natural emotions. Ott vannak a természetes érzelmek. Psalm chapter 2, verse 1. Második Zsoltár első verse. Our natural emotions think and cling to vanity. A természeti érzelmeink azok a hiába valóságról gondolkodnak és ahhoz is ragaszkodnak. He is the creator of the ends of the earth. Ő az, aki megteremtette a föld határait. Are we not listening to the same message? Mi van, nem ugyanazt az üzenetet hallgatjuk? What is wrong with you people? Mi bajotok van? Great is the Lord and greatly to be praised. It doesn't say that there, I'm saying it. Nagy az Úr, és az ő nevét dicsérjék. All right, we'll go one more. Na, és még egy vers. We'll start from the very beginning, we'll just move through it. Na, most akkor újra kezdjük. Have you not known? Nem tudtátok-e? Have you not heard? És nem hallottátok-e? That the Lord is the everlasting God. Hogy az örökkévaló Isten az Úr. He is the creator of the ends of the earth. Aki teremtette a föld határait. He does not faint or grow weary. Nem fárad és nem lankad el. Eventually, if in our natural thinking, végül a természeti gondolkodásunkban, when the word of God is being preached, amikor Isten igéjét halljuk, hogy prédikálják, but our natural thinking takes over, de mégis a természeti gondolkodásunk az, then the word of God does not have an effect on us. Az uralkodó, akkor Isten igéje nem lesz ránk hatással. Mindig olyan lesz, hogy because I'm not thinking about what I'm hearing. Azért nem gondolkodok arról, amit hallok. I'm thinking about all the other things. Hanem minden más jár a fejemben. Vain thoughts. Hiába való gondolatok. But now, wait a minute. De most várjatok egy pillanatot. Let's try this again. Próbáljuk újra. So wait, but first, here's what happens. De először is ez az, ami történik. That eventually, hogy végül, in the, in, and we're all one church.
ugye mindegy gyülekezet vagyunk. That eventually some people over here végül egy pár ember innen will feel bad for people over here. Sajnálni fogja azokat, akik ezzel zavarban élnek. They start to go, oh. És végül ők is majd azt mondják, hogy ah. Oh. But when the word of God is preached, de amikor Isten igéjét halljuk, hogy prédikálják, akkor ott öröm van. It doesn't depend on happiness. És ez nem a boldogságon múlik. It doesn't depend múlik on my job. És nem is a munkámon múlik. It doesn't depend on my circumstances. És nem is a körülményeimen. It doesn't depend on my situations. És nem is a helyzetemen. So now let's try this, but at this time we'll have both sides. De most ez praise the Lord. Mind a két oldal. Do you not know or have you not heard? Nem tudtátok és nem hallottátok-e? That the Lord is the everlasting God. Hogy az Úr az örökkévaló Isten. Doesn't it feel good to praise the Lord? Nem jó érzés, I mean, Isten you've just, dicsérni. You've been, I'm, you know, it's like, oh, oh, oh. And then all of a sudden, tehát there's eddig csak no nyavajogtatok, more de most, dividing line. Most már nincs ott ez there's az elválasztó no vonal. More natural emotions nincsenek ott a természeti because the word of God has come in. Mert Isten igéje jön be. It has broken the yoke, bondage. És ez az, ami megtöri a szolgaság igáját, és végre szabad vagyok. És végre szabad vagyok Isten dicsérni. És végre szabad vagyok az ő igéjét hallani, és közösségben lenni. És szabad vagyok arra, hogy felemeljem a kezem, és azt mondjam, hogy köszönöm Jézus. Úgyhogy kérlek, álljatok fel mindannyian. Raise your hands in the air. Nyújtsátok fel a kezeteket, és mondjátok azt, hogy köszönöm Jézus. Now clap your hands. Praise the Lord. Nyugodtan tapsolhattok, dicsérjétek Isten. Praise the Lord. Thank the Lord. Adjatok neki hálát. Great is the Lord. Hatalmas az Úr. And he is worthy to be praised. És ő méltó a dicséretre. And guess what? You can be seated. És tudjátok, mit most leülhettek. We're no longer stuck in the rock. És most már nem vagyunk zátonyon többé. But now we are standing on the rock. Hanem most már a kősziklán állunk. And our foundation is not our problems. És nem a problémáink it's az alap. It's not the natural többé thinking that és divides our own self. És nem is a természeti gondolkodás, ami megosztana minket. But it's the word of God. Hanem Isten igéje most már and az alap. And it is praise és in a dicséret our heart a szívünkben. Praise doesn't come from me. A dicséret, ez nem belőlem fakad, bennem it's nincs ilyen. Natural self. Ez nincs benne a természetemben. Dicséret, ez Istentől jön. Azért, hogy visszaadhassuk neki. When we praise the Lord, amikor Isten dicsérjük, it's because he's put the praise in us. Az azért van, mert ő a dicséretet he's belénk tette, és ő megáldott minket, és táplált he's given minket, something to us. És valamit kaptunk what tőle. Do you have to be thankful for today? Mit van, amiért hálás we lehetsz say, ma? És on a very basic level, and I'm egy done ilyen nagyon here alap szinten oh, azt I've mondanám, got food in my stomach, hogy van étel a gyomromban, there's a roof over my head, és fedél van a fejem fölött. But maybe that's just happiness. De lehet, hogy ez csak a boldogság something része. Good has happened. Mert valami jó történt velem. But joy comes from the Lord. De az öröm az Úrtól jön. Joy comes from the Lord. Az öröm az Úrtól jön. I'm not stuck in the rock anymore. És most már nem futok zátonyra többé. I'm not where the two seas are meeting and tearing me to shreds. Nem állok azon a helyen, ahol a két tenger találkozik és a hullámok széttépnének, hanem ott állok a kősziklán. I am within the mighty fortress which is God. És Isten erős erődítményében ott állok Istennel, és telve vagyok az ő jóságával, és már nem is bírom el. There is no roped off section in heaven for our church. És nincs egy külön elkerített rész a mennyben a gyülekezetünk számára. Everything's all right. Minden rendben van. In my father's house. Az én atyám házában. Everything's okay. Minden rendben it's okay van. Tényleg. It's awesome. Why? Because great is the Lord. Van. Miért? Azért, mert az Úr and hatalmas. And greatly to be praised. És hatalmas a no dicséretre. More. Nincs no többé. More. Oh. No. Nem. But hallelujah. Hanem a hallelujah van ott. Hallelujah. 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 Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Sing with me. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Morning. Jó reggelt. Wow, great to be here. Nagyon jó itt lenni. Great conference. Nagyon jó a konferencia már eddig is. And I believe there is so much more. És hiszem, hogy még sokkal több van. God has for us these days. Amit Isten készített nekünk ezekre a napokra. Yeah, so let's pray. Úgyhogy imádkozzunk. Thank you, Father, for this morning. Köszönjük, Atyánk, ezt a ma reggelt. Thank you for this new year. Köszönjük ezt az új évet. Thank you for this new life. Köszönjük ezt az új életet. Thank you that you are faithful. Köszönjük, hogy hűséges vagy. You are gracious to us. Kegyelmes vagy hozzánk. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. Bless these few words. Kérünk, hogy áld meg ezt a pár szót. Bless this conference, Lord. Áld meg ezt a konferenciát, Urunk. Bless this country. Áld meg ezt az országot. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. Thank you for Pastor Schaller. Köszönjük Pastor Schallert. Thank you for our church, Lord. Köszönjük a gyülekezetünket, Urunk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. So, I was thinking about this verse. Egy versről gondolkodtam. A few months already. Egy pár hónapja. And már. I was sharing about this in Cluj, in the church in Cluj. Megosztottam erről a kolozsvári gyülekezetben. And it was in the time when Solomon finished the temple. Ez a rész akkor íródott, amikor Salomon éppen befejezte a templomot. In 2 Chronicles chapter 7. 2 Krónikák 7-ben. And he prayed to God. Imádkozott Istenhez. And then he asked from God. És kért Istentől. And then God appeared to him. És Isten megjelent neki. And God gave them promises. És Isten ígéreteket adott neki. And God was showing that there is a new time starting for them. És Isten megmutatta neki, hogy onnantól kezdve új idők kezdődtek. Gave them promises. Hogy Isten ígéreteket adott nekik. And they were to live by his promises. És megmutatta nekik Isten, hogy az ő ígéretei alapján éljenek. So in verse 12, in 2 Chronicles chapter 7 in verse 12. 2 Krónikák 7. fejezet 12. verse. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Megjelent pedig az Úr Salamonnak azon az éjjel, és azt mondta neki, ezt a helyet magamnak készítettem az áldozat házából. And this is the same like when Jesus came. Ez ugyanaz, mint amikor Jézus eljött. That when he came to do the will of God. Eljött, hogy Isten akaratát cselekedje. That was a body was prepared for him. És Isten egy testet készített neki. That he came in the flesh. És ugye ő testben jött el. He came in this world. Eljött ebbe a világba. And he died for us. És meghalt értünk. He died on the cross. Meghalt a kereszten. And then he went and he sat at the right side of the Father. És utána elment, hogy Isten jobbjára üljön. And then the church. És utána a gyülekezet. The church was born. A gyülekezet megszületett. And this is the house. És ez az a ház. We are the temple of the Holy Spirit. Mi vagyunk a Szent Szellem temploma. And God has called us from many places. És Isten sok helyről elhívott minket. From many nations. Sok nemzetből. To be one. Hogy legyünk egyek. Baptized by one Spirit. Krisztus által, egy szellem által. In one body. Egy testben. Unity. Egység. And God is here. És Isten itt van. God is in his church. Isten ott van a gyülekezetében. I don't know in your country tudom, how it is. Hogy a ti országotokban ez hogy megy. But in my country people believe that the way how you spend the first day, that's how will be all your year. De az én országomban az emberek azt hiszik, hogy ahogyan töltöd az év első napját, olyan lesz az egész éved. You know, so many people try to party. És ugye egy csomó ember próbál bulizni. Yeah, I don't know what people do. Nem tudom, hogy itt mit csinálnak az emberek. But you know one thing I want. De tudjátok, mit én egy dolgot akarok. I want to be in God's home. Én szeretnék Isten otthonában lenni. És tudom, hogy ott vagyok. I am a child of God. Isten gyermeke vagyok.
So then God is said, he says, when I shut up the heaven and there is no rain or command the locusts to devour the land or send pestilence among my people. Íme, amikor az eget bezárom, hogy ne legyen eső, és amikor parancsolok a sáskáknak, hogy a földet megemészszék, vagy amikor dök halált, bocsátok az én népemre. You know, trouble comes. Ugye, amikor jön a baj az életünkben, and it comes. És az jönni fog. Many times we are not waiting for. Sokszor ugye nem várjuk. And we don't know what to do. És nem is tudjuk, hogy mit tegyünk. But then God says, de utána Isten azt mondja, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked way, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. És ez a nép, amely az én nevemről neveztetik, megalázza magát, és könyörög és keresi az én arcomat, és felhagyja bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsájtom a bűneiket, és megszabadítom a földjüket. And this is the key for us. És ez a kulcs számunkra. My people. Az én népem. I know to whom I belong. Tudom, hogy kihez tartozom. I know who I am. Tudom, hogy ki vagyok. I know that I belong to Jesus Christ. Tudom, hogy Krisztushoz tartozom. I am a son of God. Isten fia vagyok. We are a chosen generation. Mi vagyunk a kiválasztott nemzedék. We are peculiar people. Mi vagyunk a kivált kép való nép. Holy priesthood. A szent papság. And God says, if my people pray. És Isten azt mondja, hogy ha az én népem imádkozik. If they will humble themselves. Hogyha megalázzák magukat. And they will say, Lord, I belong to you. És azt mondják, hogy Uram, hozzá tartozunk. I have no authority. Nincs tekintélyünk. Over anything in this world. Semmi felett ebben a világban. I cannot do anything. Nem vagyok képes semmit sem tenni. But I belong to you. De hozzá tartozom. And with you. És veled. I am victorious. Győzni fogok. With you I have everything. Veled mindenem megvan. So I need to remember this. És kell, hogy erre emlékezzek. Every day. Minden nap. Like the people in the wilderness. Mint az emberek a pusztában. They went and they gathered the manna. Oda kimentek és összegyűjtötték a mannát. I remember. Emlékszem. This is my manna. Hogy ez az én mannám. This is my food. Ez az étel. That I know who am I. Tudom, hogy ki vagyok. God is speaking to me every day. Isten szól hozzám minden egyes nap. And I humble myself. És megalázom magam. And I cast on him. És rávetek. All my troubles. Minden bajt. I humble under the mighty hand of God. És megalázom magam Isten hatalmas keze alatt. When the trouble comes. Amikor jön a baj. And I live by his promises. És az ígéretei alapján élem az életem. This is the new year. Ez lenne az új év. This is 2018. Ez 2018. This is how we live. Ez az, ahogyan élünk. By faith. Hit által. Trust in him. Benne bízva. And ask from God. És kérünk Istentől. You know, I just had in my heart. Tudjátok, ez van a szívemben. To ask for souls. Hogy kérjem Istentől a lelkeket. For the Christmas time. A karácsonyi időszakban. And we ask. És kérjük Istent. We prayed for. És imádkoztam ezért. And God gave us. És Isten adott nekünk lelkeket. And it was amazing. És tényleg hihetetlen volt. The way how God brings people to us. Ahogyan Isten odahozza az embereket hozzánk. And the way how he works in their heart. Ahogyan munkálkodik már a szívükben előtte. It's amazing. Ez csodálatos. So let's expect. Úgyhogy várjunk Istentől. You know, God, I am your child. Istenem, a gyermeked vagyok. Mi vagyunk a néped. You promise us. És ígértél nekünk. Teach us how to live. És taníts minket, hogy hogyan éljünk. How to trust you. Hogy hogyan bízzunk benned. How to ask by faith. Hogyan kérjünk hitben. For every day. Minden egyes nap. Amen. 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 I liked what Pastor TJ said. Tetszett nekem, amit a Pastor TJ mondott. Regarding the division between. Mármint az elválasztásról. You know, this side of the room and this side of the room. A terem egyik része, illetve a másik and, része között. And it's so true. Ez annyira igaz. That one part of me.
hogy az egyik részem I really want to believe. Szeretne nagyon hinni. And I really want to believe the right things. Az egyik részem tényleg a helyes dolgokat akarja hinni. I really want to embrace it. És szeretném az igazságot így magamhoz ölelni. But like in Psalm 42. De mint a 42. Zsoltárban. The psalmist is depressed. A zsoltáríró depressziós. In Psalm 42. A 42. Zsoltárban. Turn there with you. Kérlek, hogy lapozzatok oda velem Zsoltárok 42-höz. Just for a few minutes and then csak egy pár percre. Psalm 42. Zsoltárok 42. Greetings from America. Üdvözletet hozok Amerikából. My wife. A feleségemtől. Pastor Shibeli. Pastor Shibeli-től. The church. Meg a gyülekezettől. Thanks for your love. Köszönjük, hogy szerettek minket. And your faith. És a hiteteket. Pastor Matti. Pastor Matti. We were just I spoke with Pastor Matti. Beszéltem a Pastor Mattival. And he's just following God, you know. És ő követi Istent. Also for the people in Moscow. És az emberek Moszkvában. We had a record number of people. Csúcsszám volt a konferencián most. And people came from Turkmenistan. Soha nem voltunk még ennyien emberek eljöttek Turkmenisztánból. Kirgisztánból. Uzbekisztánból. From southern Russia. Meg dél Oroszországból is. And Kazan, east Kazan, Tatarstan. Meg Tatárországból. Gondolom. We had a beautiful, you know, wherever the spirit of the Lord is, there is liberty. Ahol Isten szelleme van, ott van a szabadság. And in Psalm 42. És a 42. Zsoltárban. We have depression. Ott a depresszió. A real depression here. Valódi depresszió. And the man is a man of God. És az Isten embere. And he says, just mondja, my soul thirsts for God. A lelkem Isten után kívánkozik. Második versben. My soul thirsts for God. Kívánkozik az én lelkem. Because when you know God, mert amikor ismered Istent, you also know how satisfying. Akkor azt is tudod, hogy mennyire megelégít. When you know God, amikor ismered Istent, you know the peace. Akkor ismered a békességet is. And the joy. És az örömöt. And the love. És a szeretetet. But then he says, de utána azt mondja, in verse 2, a második versben, my tears have been my food day and night. A negyedik versben, könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal. While they say to me, mikor azt mondják nekem, where is your God? Hol van a te Istened? These things I remember. Amikor ezekről emlékszem. And I pour out my soul. Akkor megkeseredek a lelkemben. Mm-hmm. And I remember going to church. És emlékszem, hogy jártam úgy gyülekezetbe. And I remember in Bible school. Meg a Biblia iskolába. And I remember getting in the car. Emlékszem, hogy beszálltam az autómba. And going on a mission trip. És elmentem missziós utakra. To Romania. Mondjuk Romániába. I remember emlékszem the joy, az örömre, and the peace, és a békességre. But now, ami volt bennem, de most, where is God? Hol van Isten? This is what I feel. Ez az, amit érzek. And that's my experience. És ez az, amit tapasztalok. So this happens to us. És ez megtörténik velünk. When this goes like this. Amikor ez így működik. Whoa, hallelujah, hallelujah. Yay, hallelujah. And then, oh. És utána meg, oh. This is life. Ez az élet. This happens. És ez megtörténik. This is the way we live. Így élünk. We live by faith. Hitáltal élünk. When I hurt. Amikor. When I hurt. Amikor fájdalmaim vannak, vagy fáj valami. I understand that. Akkor ezt megértem. That's part of life. Hogy ez az élet része. When I'm empty, amikor üres vagyok. I know that.
Azt is tudom. That's good for me. És ez jó nekem. And I know where to go. Akkor tudom, hogy hova menjek. And I also know how to think. És azt is tudom, hogy hogyan gondolkodjam. We think with the finished work. A bevégzett munkával gondolkodunk. We think with the Holy Spirit. És a Szent Szellemmel gondolkodunk. And the Holy Spirit allows us to be empty. Megengedi azt, hogy üresek legyünk. He allows us to feel that. Megengedi, hogy ezt érezzük. And experience that. És megtapasztaljuk ezt. Because now, mert most attól kezdve, I live by faith. Hitáltal fogok élni. I live by faith. Hitáltal élek. And in my heart, és a szívemben, I learn to be quiet. Megtanulom, hogy hogyan legyek csendességben. And trust God. És hogyan bízzam Istenben. And wait on God. És hogyan várjak Istenre. In Isaiah 40. Ézsaiás 40-ben, in verse 31, 31. vers, we wait on him. Várunk Istenre. In Psalm 25, a 25. Zsoltárban, and this is why it's important to know the finished work. Ezért annyira fontos, hogy tudjuk, hogy mi az a munka, amit Jézus elvégzett. Turn to Romans 7, please. Kérlek, lapozzatok Róma 7-hez. Verse 21. 21. vers. So I find it to be a law. When I want to do right, evil lies close at hand. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Okay, megtalálom azért magam. What is that? Magamban ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. I find a law. Megtalálom a törvényt. I find a law. Okay. Megtalálom a törvényt. Mi a törvény? When I would do good. Amikor jót akarok tenni. Evil is present. De ott a gonosz. That's okay. És ez rendben van. That's okay. Ez rendben van. When I believe, amikor hiszek, unbelief is present. Akkor ott van a hitetlenség is. That's okay. És ez rendben van. That's the way life is. Ilyen az élet. I rejoice. Örvendezem. But I could also be hurting. De attól még lehet, hogy fáj valami. I can also be sad. És lehet, hogy szomorú vagyok. At the same time. Ugyanabban az időben. That's 2 Corinthians 6. Ez 2 Korintus 6. We'll look at it in a minute. Egy pillanat múlva megnézzük azt is. Okay, now, what does it mean? Ez mit jelent? But, you know, in the ministry, tudjátok, a szolgálatban, we learn by the Holy Spirit. A Szent Szellem által tanulunk. And the Holy Spirit teaches us. És a Szent Szellem tanít minket. And also we are led by the Holy Spirit. És a Szent Szellem vezet minket. That's important in church services. Ez fontos az Isten tiszteleteken. Let me explain something. Hogy magyarázzak el valamit. I may have a message. Lehet, hogy van egy üzenetem. But there's more to the church service than the message. De többről szól az Isten tisztelet, mint csak az üzenetről. There is the body life. Ott van a Krisztus teste élete. Somebody has a doctrine. Lehet, hogy valakiben ott a tan. Somebody has a psalm. Lehet, hogy valaki egy zsoltát fogalmaz somebody meg éppen. Has a song. Valaki énekelni szeretne. But we are led by the Spirit. De a Szent Szellem vezet minket. We have a program. Van egy program. But the ministry has to be more than a program. De a szolgálatunk kell, hogy több legyen, mint a program. We are anointed. Fel vagyunk kenve. All of us. Mindannyian. As we walk by faith. Ahogyan hitben járunk. When we come here. Amikor eljövünk ide. We say, I am seeking God. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én Istent keresem. I want to see God in the church. Én Istent akarom meglátni a gyülekezetben. I want to see God in the Spirit of God in the fellowship. Szeretném Isten szellemét meglátni a közösségben. And that means that all of us. És ez azt jelenti, hogy így mindannyian. There are times. Vannak olyan idők, when I sound like this, amikor így hangzik az, ahogyan érzem oh, magam. Oh. Okay, oh. Oh. But I control my
emotions. De próbálok uralkodni az érzelmeimet. By faith. Hitáltal. I also control my speech. És azt is kontrollálom, hogy hogyan beszélek. In James chapter 3. Jakab 3-ban. By the Holy Spirit. A Szent Szellem által. So I don't say everything that I'm feeling. Nem mondok ki mindent, ami átmegy a fejemen, amit érzek. But I want to believe. De szeretnék hinni. What the Spirit is saying. Annak, amit a Szellem mond. And I want to believe what God is saying. És azt akarom elhinni, amit Isten mond. And it may be the Holy Spirit will release me. És lehet, hogy a Szent Szellem majd felszabadít engem. That He will comfort me. És ő majd megvigasztal engem. He will encourage me. És bátorít engem. And I will lift up my hands. És felemelem a kezeim. By faith. Hitben. In the Holy Spirit. És a Szent Szellem will build me up. Felépít majd engem. In my inner man. A belső emberben. Because all of us. Mert mindannyian. We are looking for God to build us up. Istent keressük, és őtől várjuk azt, hogy felépítsen minket. In the faith. A hitben. But I have found in me. De azt is észrevettem magamban. I have a law. Hogy ott a törvény. When I would do good, amikor a jót akarom cselekedni, evil is present. Ott van a gonosz. But I have found something more. A bűn, de valami mást is találtam. That God does not condemn me. Hogy Isten nem kárhoztat engem. In Romans 8:1. Róma 8:1-ben. I found that God has given me grace. Azt is megtudtam, hogy Isten kegyelmet ad nekem. And when I am feeling bad. És amikor rosszul érzem magam. I know that God is a God of grace. Akkor tudom, hogy Isten a kegyelem Istene. When I have a sin nature. Amikor ott a bűnös természet. And I do the wrong thing. És a helytelen dolgot teszem. I know that God is a God of all grace. Tudom, hogy Isten a minden kegyelem Istene. And He is able to build me up. És ő képes engem felépíteni. And say, I don't condemn you. És Isten azt mondja, hogy nem kárhoztatlak téged. I love you. Szeretlek. I speak to you. És szólok hozzád. I encourage you. És bátorítani akarlak. But be careful. De legyetek óvatosak. Of the life of law. A törvény életével. That we live by law. Azzal, hogyha törvény által élünk. And not by grace. És nem pedig a kegyelem által. We live by law. A törvény által élhetünk. And not by faith. És nem hit által. And this is not the gospel. De ez nem az evangélium. The gospel is the gospel of grace. Mert az evangélium az a kegyelem evangéliuma. That we live by faith. Hogy hit által élünk. And we experience God. És Isten tapasztaljuk meg. With each other. Egymással. And love each other. És így szeretjük egymást, és megbocsátunk egymásnak, és bátorítjuk egymást, és felépítjük egymást. Yeah. That's great. És ez nagyon jó. Very important. És nagyon fontos. Another point, még egy pont, it's on my heart, ami ott van a szívemen, is prayer, az az ima, and learning to pray. És az, hogy megtanuljunk imádkozni. And I've had a little revival in this in my own life. És a saját életemben ezzel kapcsolatban volt egy kis ébredés. And I want to share that. És ezt szeretném megosztani veletek. A prayer. Az ima. It's powerful. Az hatalmas. To be quiet. Az, hogy csöndben vagyunk. And wait on God. És várunk Istenre. So my feelings are this way. Tehát így érzik magukat az érzelmeim. But they are only feelings. De azok csak érzelmek. They're not necessarily real. Nem feltétlenül valósak. And but I'm coming to God. We come to God. De amikor Istenhez jövünk. By faith. Hitben. And we wait on God. És rávárunk. And think about Him. Akkor rá gondolunk. So this is how you can pray. You tehát így imádkozhattok. Take an attribute of God. Fogtok Istennek egy jellemvonását. Give me an attribute, anybody. Mondjatok valamit Isten jellemvonásai közül, bárki. Love. Okay. Faithfulness, love. Yirgalom, mercy. Okay. All right. Take one. Csak vegyél egyet ezek közül. Let's say mercy. Mondjuk az irgalom. And I like to think of God as eternal. És szeretek Istenre úgy gondolni, hogy ő örökkévaló. He's eternal. Örökkévaló. I'm coming to God. Jövök Istenhez. And He's everywhere. És ő ott van mindenütt. And He's eternal. És ő örökkévaló. And He is spirit. És ő egy szellem. And I meditate on that. És ezen elmélkedem. And I'm humble before God. És megaláztam magam Isten előtt. And I'm only thinking of Him.
És csak rá gondolok. Not my troubles. Nem pedig a bajaimra. But he is eternal. Hanem arra, hogy ő örökké való. He is everywhere present. És ő mindenütt jelen való. And I wait on God. És Istenre várok. I'm very quiet before God. És nagyon-nagyon csöndben vagyok and Isten előtt. Worship him. És dicsérem őt. And respect him. És tisztelem őt. In my heart. A szívemben. Then I go to another attribute. Utána fogok egy másik jellemvonást. He's merciful. Mondjuk azt, hogy ő irgalmas. And I think about that. És erre is gondolok. He gives mercy. Erre gondolkodom, hogy he forgives. Hogy ő irgalmas és megbocsát, és újra megbocsát. And after a little while. És egy kis idő után. God becomes big. Isten nagyjá válik. In my heart. A szívemben. God is so important. Isten annyira fontos he lesz. So big. Annyira nagy. And I worship him. És őt dicsérem. In my heart. A szívemben. And soon God, the thoughts of God fill the room. És Isten gondolatai töltik be az egész szobát. My life becomes small. És az én életem ilyen picikévé válik. My troubles. És a bajaim is. And we worship. És dicsérjük őt. Then in his presence. És Isten jelenlétében. We ask him. Kérünk tőle. We listen to him. És hallgatjuk őt. You know, but this is different. De ez más. Sometimes néha prayer is like this. I go az ima így megy, hogy oda megyek és imádkozok. Okay, Lord, this person is sick. Okay, Uram, ez az ember beteg. This person is in trouble. Ez a másik ember bajban van. And I go through the list. És végig megyek a listán, amen. You know, I say, go through the list. Amen. Végig mondom a listát és amen. It's like I don't know. De nem tudom. I don't want to live like that. Én nem így szeretnék élni. I don't want that. Nem ezt akarom. I don't want religion. Nem szeretném a vallást. In my life. Az életemben. You know what I mean? Értitek, hogy mire gondolok? Even, you know, praise the Lord. Dicsérjük az Urat. I think that's a great phrase. Szerintem ez egy jó kifejezés. Praise the Lord. Dicsérem az Urat. But I just don't want to think about it. Nem csak beszélni akarok róla, hanem gondolkodni ezen. You know, God, right? Isten, God. Isten. And praise God. Dicsérni őt. God is amazing. Isten csodálatos. God is awesome. Isten nagyszerű. God gave his son. Isten nekünk adta a fiát. God gave his son. Isten a fiát adta. Amazing. He gave his son. Hihetetlen a fiát adta. I really don't have anything to worry about. És igazából így már nincs is sok minden, ami felől aggódhatnék. God gave his son. Isten az ő fiát odaadta. What more could he do? Mi más tehet, mi többet tehetett volna még? Right? Igaz? God gave Christ. Isten adatta Krisztust. So this is the worship. És ez az imádat. And the prayer. És az ima. And the anointing. És a kenet. And the spirit. És a szellem. And this is in the church. És ez a gyülekezetben and van. And this is our fellowship. És ez a közösségünk. And this is how we minister. Ez az, ahogyan szolgálunk. We cannot minister to people on a low level. Nem szolgáljuk az embereket egy ilyen alacsony szinten. Like human beings. Úgy, mint csak simán emberi lények. And problems. És kezeljük a problémákat. And more problems. De van ott még több and baj. More people. És sok több az ember is. Usually more people means more problems. Általában a több ember több bajt is jelent. But listen. De figyeljetek. When you have more people. Amikor több ember van. That are living in the spirit. Akik a szellemben élnek. There is more power. Akkor ott több hatalom is lesz. There is more blessing. És több lesz az áldás. Okay. When we have more people, amikor több az ember, in the presence of God, Isten jelenlétében, there's more glory, akkor ott több a dicsőség, there's a stronger manifestation, és ott nagyobb lesz Istennek a lelepleződése, és Isten oda követeli, küldi az áldást. We must learn. És kell, hogy tanuljuk. Now listen. Hogy hallgassunk. In Russia, Oroszországban, I had a meeting with the pastors. Találkoztam a pásztorokkal. And I said to them, és azt mondtam nekik, how many of you know each other? Hányan ismeritek itt egymást? How many of you pastors? Hányan itt a pásztorok között? Care about each other? Törődik a másik pásztorral?
How many of you pastors? Hányan ti pásztorok? Pray for each other. Imádkoztok egymásért. And really love each other. És tényleg szeretitek egymást. Because they are in the former Soviet Union. Mert ők ugye a Szovjet Unió területén élnek. And there's more suspicion. És több a gyanakvás. More distance. És nagyobb a távolság. And they don't communicate a lot. És nem túl sokat tudnak kommunikálni. They don't communicate. Nem beszélnek sokat. A lot. Sokat. And I asked them. És megkérdeztem tőlük. I said, listen. Kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek. We have to have each other in our hearts. Kell, hogy egymást a szívünkben őrizzük. And we have to love each other in our hearts. Kell, hogy egymást a szívünkből teljes szívünkből szeressük. And I have to say. És kell, hogy azt mondjam. In prayer. Az imáimban. Lord. Uram. Pastor Tomachev. Pastor Tomachev. You please bless him. Kérlek, hogy áld meg őt. Please help him. Kérlek, segíts neki. Please anoint him. És kent fel őt. Please encourage him. És bátorítsd őt. Please build him up. És építsd fel őt. Yeah, this must happen. Ez kell, hogy történjen. In my heart. A szívemben. Because this is God. Mert ez Isten. This is the Holy Spirit. És a Szent Szellem. This is God. Ez Isten. You cannot just compare yourself. Nem lehet, hogy csak hasonlítgatod magad. You cannot be critical of each other. És nem szabad, hogy kritizáljátok egymást, vagy hasonlítgassátok you magatokat. Nem szabad, hogy büszke like legyen pásztor. Him, hogy something. Gondolkodsz, hogy nekem nagyobb a gyülekezetem, am, mint neki. You know, this, vagy én does, ezt csinálom, ő azt csinálja. Like ez nem történhet így. Mert ott egy titok. And it's the Holy Spirit, és ez a Szent Szellem, teaching us, aki tanít minket, love, hogy mi a szeretet, and prayer, és az ima, and faith, és a hit, and living in the Spirit. És az, hogy a szellemben élünk. And that's how we live. És ez az, ahogyan élünk. We're all learning. És mindannyian tanuljuk ezt. We had a Finnish missionary in Russia. Volt egy finn misszionárius Oroszországban. Years ago. Évekkel ezelőtt. Pastor Alpo. Pastor Alpo. And he was depressed. És depressziós volt. And he went for a walk in the park. És elment a parkba sétálni. And I was in America. És én Amerikában voltam. And I called him up. És felhívtam őt. And he answered the phone. És felvette a telefont. And he said. És azt mondta. I can't believe you called me. El se hiszem, hogy felhívtál. Do you know what I am doing? Tudod, hogy éppen mit csinálok? I said no. Mondtam, hogy nem. I'm walking around a lake. Mondta, hogy egy tó körül sétálok. Thinking of how everybody has forgotten me. És azon gondolkodom, hogy mindenki elfeledkezett rólam. Nobody cares about és már senki sem törődik velem. They don't even know I'm here in Russia. Azt se tudják, hogy itt élek Oroszországban. They have forgotten me. Elfeledkeztek rólam. I'm so discouraged. És annyira elbátortalanodtam. Thank you for calling. Köszönöm, hogy felhívtál. Yeah. I know the feeling. Tudom, hogy milyen érzés. I know the feeling. All, tudom, hogy milyen érzés. Yeah. Mindannyian tudjuk, hogy milyen érzés ez. Hogy senki vagyok. Everyone has forgotten me. És mindenki elfeledkezett rólam. But the Holy Spirit has not forgotten de a Szent Szellem nem fog elfeledkezni rólad. The Holy Spirit will never fail you. A Szent Szellem soha nem hagy el téged. The Holy Spirit will always speak to you. És mindig szólni fog hozzád. The Holy Spirit will always love you. És a Szent Szellem mindig szeretni fog and téged. The Holy Spirit leads us in prayer. Szellem imában vezet minket. And we can learn to pray for each other. És megtanulhatjuk azt, hogy imádkozzunk egymásért. But don't bring your problems. De ne hozd a problémáid. You can. Mármint hozhatod. But usually. De általában. Bring like this, you know. Usually go by faith. Általában hitben megyünk. And meditate. És gondolkodunk. On his attributes. Isten. Mármint, hogy kell, hogy ezt tegyük általában, hogy Isten jellemvonásairól elmélkedjünk. And worship him. És dicsérjük őt. Worship him. Dicsérjük őt. And wait on him. És rávárjunk. And listen to him. És hallgassuk meg Istent. I have a problem in my family. Van egy probléma a családomban. With one of my children. Az egyik gyerekemmel. And
And it's been years, some years. It goes on for some years. És már egy pár éve zajlik ez. It's a burden. It's a burden. És ez egy teher. But that's okay. De rendben van. Because this is part of my life. Mert ez része az életemnek. But I don't talk about it. De nem beszélek róla. I don't worry about it. És nem is aggódom emiatt. But I bring it in prayer. Hanem imában hozom ezt. And I believe hiszek God. Istennek. I am listening to God. És Istenre figyelek. And I'm believing God. És hiszek Istenben. In my heart. Szívemben. I'm believing God. Hiszek Istenben. And it's okay. És ez rendben van. The problems are good. A problémák jók. Because I believe God. Mert hiszek Istennek. It's okay. Rendben van. And we don't fear evil. És nem félünk a gonosztól. We don't worry about things. És nem aggódunk a dolgok miatt. Because you see, if God is big. Mert látjátok, Isten nagy. Then my little problem. És az én icipici problémám. Is not a problem. Igazából nem is probléma. God is big. Mert Isten hatalmas. And my problem. És a problémám. It's nothing. Hát igazából in semmi. One year God will answer. Lehet, hogy egy év múlva Isten választ ad. Vagy öt év múlva választ ad. Vagy tíz év múlva. Okay. Rendben van. God is God. Mert Isten a mi Istenünk. És dicsérjük őt. Praise God. Wow. Dicsérjük Istent. That's okay. És ez rendben van. But if God is little, de hogyha Isten kicsi, my problem is like this. Akkor a problémám ilyen lesz. Okay, so now my problem, úgyhogy itt a problémám, I bring to a little God, amit oda viszek ez a kicsi Istenhez, and I say, he will not answer me. És azt mondom, hogy na, te biztos nem fogsz válaszolni, és ő biztos semmit nem fog megváltoztatni. I pray to God, I learned in church to pray, és ugye megtanultam a gyülekezetben, hogy kell imádkozni, but it, you know, I go away in unbelief. De csak tovább megyek majd hitetlenségben. And if it doesn't happen in 24 hours, és ugye, hogyha nem történik semmi 24 óra alatt, then I, you know, I don't really believe it'll ever happen. Akkor nem is hiszem, hogy egyáltalán valaha meg fog történni. But that's not right. De ez így nincs rendben. No. Nem. Okay. Okay. All right. Father, thank you. Atyánk, köszönjük. For these thoughts this morning. Ezeket a gondolatokat ma reggel. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Just a joy to be here. Tényleg nagy öröm itt lenni. Father, we thank you for prayer. Atyánk, köszönjük az imát. And thank you that you hear our prayers. Köszönjük, hogy meghallgatod az imáinkat. That you care for us. Hogy törődsz velünk. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk, for this day today. Ezt a napot ma. And your house is a house of prayer. Köszönjük, hogy a te házad az imádság háza. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk, this house. Hogy ez a ház. Is a house of prayer. Az imádság háza. Your people. És a te néped. Are people of prayer. Ők az ima emberei. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. Yes, Lord. Thank you. Igen, Urunk, köszönjük. Bless our day. Add meg a napunkat. On the street today. Az utcán ma. And in our lives. És az életünkben. And the service tonight. És az alkalmat ma este. All day tomorrow. Egész napot holnap. Also Monday. És a hétfőt is. Yes, Lord. Igen, thank Urunk. You, God. Köszönjük, Istenünk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Turn in your Bibles, please, to Psalm 100. Kérlek, lapozzatok a Bibliátokban a századik Zsoltárhoz. This is our message today. Ez a mai üzenet. Psalm 100. Zsoltárok 100. And verse 1. Első vers. Make a joyful noise. Vígan énekelj az Úrnak. Can you hear her okay? Is she loud enough? Elég hangos vagyok, jól hallotok?
Is it good? Jó, nem jó. Okay, good. Super. Okay, make a joyful noise. Vígan énekelj az Úrnak. Okay. Verse 1. Első vers. To the Lord. Az Úrnak. All the earth. Te egész föld. If we could understand God, hogyha megérthetnénk Istent, then we would be making a joyful noise. Akkor egy víg éneket énekelnénk neki. All the time. Állandóan. If we understood, ha megértenénk, who God is, hogy kicsoda Isten, and what God has done, és hogy mit tett. How God came into this world. Ő eljött ebbe a világba, ugye? To save us. Hogy megmentsen minket. And what that means. És mit jelent ez? We would be all the time. Ha ezt megértenénk, akkor állandóan. All the time. Akkor állandóan. His praise would continually be in my mouth. Dicsérnénk Istent, és dicséret lenne az ajkunkon. If we understood. Ha megértenénk. How much God loves us. Hogy Isten mennyire szeret minket. And what he has done. És azt, amit ő tett. How humble God is. Mennyire alázatos Isten. How merciful. Mennyire irgalmas. How much he forgives us. És mennyit megbocsátott nekünk. Every day. Minden egyes nap. All the time. Állandóan. Giving us mercy. Irgalmat ad nekünk. We would be making a joyful noise. Akkor egy ilyen víg éneket énekelnénk. But we also know. De azt is tudjuk. That there is groaning in life. Hogy van ilyen küszködés, vagy hát kínlódás az életben. In Romans chapter 8. Róma 8-ban. We are groaning. Kínlódunk. Because we have a sin nature. Mert van egy bűnös természetünk. And we have troubles. És bajok vannak. And pain. És ott a fájdalom. And misunderstandings. És a félreértések. And people hurt each other. És az emberek bántják egymást. And we learn to forgive. És megtanultuk, hogy megbocsássunk. But sometimes it's hard. De néha nagyon nehéz. It's hard to forgive. Nagyon nehéz megbocsátani. Why don't you say that to your neighbor? Miért nem mondod ezt a melletted ülőnek? It is hard to forgive. Nehéz megbocsátani. Go ahead. Hajrá. It really is. Tényleg az. It's hard to forgive. Nehéz megbocsátani. It really is. Tényleg nehéz. But we must do that. De kell, hogy ezt tegyük. We must forgive. Kell, hogy megbocsássunk. Because we have been forgiven. Azért, mert Isten is megbocsátott nekünk. Recently I counseled somebody. Nemrégiben tanácsoltam valakit. They said I have hatred in my heart. És ez az ember azt mondta nekem, hogy gyűlölet van a szívében. I want to kill somebody. És meg akart valakit ölni. And they were serious. Komolyan gondoltam. I want to kill somebody. Azt mondta ez az ember, hogy meg akarok ölni valakit. Because they have hurt me. Azért, mert bántott engem. And I said. És azt mondtam. You must forgive. Muszáj, hogy megbocsáss. And they said it's so hard. Azt mondta ez az ember, hogy de annyira nehéz. I am so angry. És annyira dühös vagyok. And I hate this person. És utálom ezt az embert. What should I do? Mit csináljak? I came to the church. Eljöttem a gyülekezetbe. Because maybe you can help me. Mert azt gondoltam, hogy hát, te tudsz nekem segíteni. I said, number one. És azt mondtam neki, hogy először pain is real. A fájdalmad az valós. Number two. Második. You came to the right place. A megfelelő helyre jöttél. You need help. Szükséged van segítségre. And listen to me. És figyelj. God has forgiven you. Isten megbocsátott neked. So you must forgive them. Ezért neked is meg kell, hogy bocsássanak. And they said, I know that is true. És mondtam neki, hogy tudom, hogy ez igaz. But I can't do it. Mondta nekem, hogy tudom, hogy ez így van, de nem tudom megtenni. És én erre azt mondtam. I said, yes, you can. De meg tudod tenni. It's a decision. Ez egy döntés. You will say, I forgive. Azt mondod, hogy megbocsátok. But your emotions. De az érzelmeid. Are revenge. Azok pedig a bosszúállás gondolatai. I want revenge. Az, hogy bosszút akarsz állni. But in your will. De az akaratodban. I forgive. Megbocsátasz. But in your emotions. De az érzelmeid. Revenge. Bosszút akarnak állni. And I said every day. És azt mondtam, hogy minden egyes nap. Say I forgive. Mondd azt, hogy megbocsátok. God help me. Isten segíts nekem. I forgive. Hogy megbocsássak. And the Holy Spirit. És a Szent Szellem. Will move in your heart. Majd mozdul a szívedben. And immediately.
és azonnal, or in weeks, vagy azonnal, vagy hetekkel később, your emotions will change. Az érzelmeid is megváltoznak majd. Immediately, lehet, hogy azonnal, or vagy in days, napokkal később, or weeks, vagy hetekkel or később, months, vagy lehet, hogy hónapokkal később, you will forgive, de meg fogsz bocsátani in your emotions. Még az érzelmeidben is. But it will not be automatic. De nem lesz automatikus. It will happen. Meg fog történni. But you have to forgive. De kell, hogy megbocsáss. In your will, az akaratodban. You decide. Úgy döntesz. I forgive. Hogy megbocsátasz. And you will be delivered. És utána megszabadulsz majd attól. You will actually begin to love the person. És lehet, hogy majd elkezded szeretni azt az embert. You will actually not only forgive them. És nem csak, hogy megbocsátasz neki. But pity them. De lehet, hogy sajnálni fogod. Care for them. És törődni fogsz pray vele, for them, és imádkozni fogsz and érte, love them. És szeretni fogod. The Holy Spirit will do that. A Szent Szellem fogja ezt megtenni. Wow. You see, the Holy Spirit, látjátok, a Szent Szellem is not us. Az nem mi. The Holy Spirit, Szent Szellem, is God. Ő Isten. And we will live like God. És úgy élünk majd, mint Isten. That will happen. Ez megtörténik. Because we have God's nature. Mert bennünk Isten természete van. We have been born again. Újjászülettünk. We have His Spirit. És bennünk van Isten szelleme. Christ is in us. Krisztus bennünk van. And we are learning this. És tanuljuk ezt. We must be Spirit-filled. Kell, hogy szellemmel betöltve legyünk. We must be Spirit-taught. Kell, hogy a szellem tanítson minket. And we must kell, make a joyful noise. Kell, hogy egy ilyen víg éneket énekeljünk. Even in us, még saját magunkban is. There is joy. Ott ez az öröm. That comes from inside. Ami ugye belülről fakad. And it makes a noise. És ennek lesz hangja is. Joy. Öröm. Makes a noise. Ami végül majd valami hangot is ad. In my soul. A lelkemben. It makes a noise. Ennek lesz hangja. In my heart. A szívemben. Then in my words. És a szavaimban. And then maybe. S lehet, hogy. I can sing. Éneklek is. Like Pastor TJ. Mint a Pastor TJ. And sing. Éneklek. Like Ephesians 5. Mint Efézus 5. Paul said. Pál azt mondta. Be filled with the Spirit. Legyetek a szellemmel betöltve. Speaking to yourself. És beszéljetek magatokban. With psalms. Zsoltárokban. And hymns. És himnuszokban. And then not drunk with wine. És ne részegedjetek meg bortól. But filled with the Spirit. Hanem legyetek telve a Szent Szellemmel. Wow. Hallelujah. 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 Okay, verse 2. Második vers. Serve the Lord. Szolgáljatok az Úrnak. With gladness. Örvendezéssel. That's it. Ennyi. Serving God. Szolgálni Istent. With gladness. Örvendezéssel. Be around happy people. Legyetek körbevéve boldog emberekkel. Be around spirit-filled people. Vegyétek magatokat körbe szellemmel betöltött emberekkel, és szolgáljátok Istent. With gladness. Örvendezéssel. There are really no great problems. Igazából tényleg nincsenek olyan nagy problémák. For many of us. Sokunk életében. For many years. Sok éven át. Some people have real problems. De vannak emberek valódi problémákkal. But many of us. De itt sokan. God is so good to us. Isten hozzánk annyira jó. We have lived long. Lehet, hogy hosszú életet élünk. Like I'm going to be 66 years old. 66 éves leszek. And I praise God, my number is not 666. És hálát adok Istennek, hogy az éveim száma nem 666. It's only 66. Hanem csak 66. Hallelujah. But I praise God. Dicsérem Isten. That I have lived so long. Hogy ilyen hosszú életet élek. And I have not had so many problems. És nem volt olyan sok problémám. That's amazing. És csodálatos. And I think it's true for many of us. És azt hiszem, hogy ez sokunkra igaz. God has been so good. Isten annyira jó volt hozzánk. But some of our brothers and sisters. De vannak olyan testvéreink. They have had problems. Akiknek igenis voltak problémáink. With children.
lehet, hogy a gyerekeikkel, and sickness, vagy betegséggel, and finances, vagy anyagiakkal, and other problems, vagy bármilyen más problémával, and they lose their house, lehet, hogy elveszítették az otthonukat, vagy a munkájukat, and many sisters and brothers, sok testvérünk, have gone through those things, ezeken keresztül kellett, hogy menjen, but even those things, de még ezek a dolgok is, have to be understood in the context, ezeket kell, of God, hogy Isten kontextusában értelmezzük, because he's given us a divine nature, mert ő egy természet feletti, egy isteni természetet adott nekünk, it is in us, ez bennünk van, our divine nature, ez az isteni természet, the Holy Spirit, a Szent Szellem, the Comforter, a Vigasztaló. I met a woman, találkoztam egy hölgyel. Her first husband died. Az első férje meghalt. Second husband died. A második férje is meghalt. She's 72 years old. Most már 72 éves. Is very poor. Nagyon szegény. Working hard. Nagyon keményen dolgozik. But so much joy. De tényleg annyi öröm van benne. Her daughter had cancer. A lányának rákja volt. And her daughter died. És meghalt a lánya is. And she is old. És ez a hölgy már nagyon and idős. Works. És még mindig dolgozik. But she has so much joy. De mégis annyi öröm van benne. And I say, how can that be? És én azt kérdezem, hogy ez hogyan lehetséges? She has a divine nature. Hát van egy isteni természete. She has God. Ott van Isten. Filling her. Aki betölti őt. And satisfying her. És megelégíti őt. Verse 2. Második vers. Serve the Lord with gladness. Szolgáljátok az Urat örvendezéssel. Come into his presence. Menjetek elé. With singing. Vigassággal. Yes. Igen. He gives us so many days. Isten olyan sok napot ad nekünk. Count them. Csak számoljátok meg. I counted and I had 12,000 days. Years ago. Évekkel ezelőtt 12,000 napot éltem. If I lived to be 75. Hogyha 75 éves koromig élnék. I had 12,000 days. Akkor 12,000 napot élnék meg. Now I have about 3,000 left. Most kb. 3,000-rel. 3,500. Okay, tehát hogyha 75 éves koromig élek, csak akkor még 3,500 napom van. I have fewer days. Elég kevés. And my life will change. És megváltozik az életem. That's okay. De ez rendben van. That's life. Ez az élet. Changes happen. A változások azok történnek. Only for time. És csak egy kis időre. We gather stones. There's a time to gather stones. Ugye van az idő, amikor összegyűjtjük a köveket. And scatter stones. És van az az idő, amikor ezeket. There's a time of love. Amikor ezeket elvetjük vagy eldobjuk. There's a time of hate. Van idő a szeretetre és van idő a gyűlöletre. There's a time to hug. Van idő, amikor ölelkezünk. And there's a time not to hug. De van olyan idő is, amikor ne ölelkezzünk. There's a time of war. Van a háború ideje. A time of peace. És utána van a béke ideje. Life is filled with changes. Az élet tele van változásokkal. But there is something. De van ott valami. That does not change. Ami nem változik. God. Isten. And his faithfulness. És az ő hűsége. Yeah. Say it again. Mondd ezt még egyszer. There is okay. It's true. Ez igaz. We enter his presence. Belépünk Isten jelenlétébe. With singing. Vigassággal vagy énekkel. Because in the presence of God. Isten jelenléte miatt. There is joy. Ott az öröm. In Psalm 16. 16. Zsoltár. But wait a minute. De várjatok egy picit. Look at Jesus. Nézzétek meg Jézust. Jesus was here. Jézus itt volt. And he was a man of sorrows. És ő a fájdalmak férfia volt. He could feel it. Érezte. He could feel the pain. Érezte a fájdalmat. The emptiness. Az ürességet. When Lazarus died. Amikor Lázár meghalt. He wept. Sírt. He could feel it. Érezte. He understood it. És megértette. He understood people. Értette az embereket. He understood our tears. Értette a könnyeinket. Our broken hearts. És a megtört szívünket. Our pain. A fájdalmunkat. He understood loneliness. Értette, hogy mi az az egyedüllét. He understood it and he saw it. És látta is. But as he was sorrowful. De ahogyan fájdalmai voltak. He also understood. Azt is értette. Who his father is. Hogy ki volt az ő atya. And he loved him.
és szerette őt. He loved the Father. Szerette az atyát. And he knew the Father. És ismerte őt. And he knew the plan. És ismerte Isten tervét. And he had hope. És reménye volt. And he understood. És értette. And he had a message. És ezért volt egy üzenete. And he loved people. És szerette az embereket. And he never failed. És soha nem bukott el. And he understood Peter. És értette Pétert. And after the cross. És a kereszt után. He went to find Peter. Elment és megkereste Pétert. And he encouraged Peter. És bátorította őt. And he said, Peter. És azt mondta neki, Péter. Yeah, don't worry about it. Ne aggódj emiatt. Don't worry about it. Ne aggódj többé. It's amazing there's no record of Peter's repentance. Hihetetlen, hogy nincs feljegyezve az, hogy Péter megbánta volna. It is only this. Csak ennyi. Do you love me? Hogy szeretsz engem? Feed my sheep. Legeltesd az én juhaimat. And Peter understood. És Péter megértette. Grace. A kegyelmet. Forgiveness. A megbocsátást. He understood the Spirit. Megértette a szellemet. The presence of God. Isten jelenlétét. And Peter's life was changed. És Péter élete így változott meg. That happens in the church. És ez történik a gyülekezetben. When people come. Amikor jönnek az emberek. And they are forgiven. És megbocsátást találnak. When people come. Amikor jönnek az and emberek. And they are loved. És szeretik őket. When people come. Amikor jönnek az and emberek, are és felbátorodnak, and they understand és megértik, that God is here. Hogy Isten itt van. God is here. Isten van itt. That's the important thing. Ez a fontos dolog. That God is here. Hogy Isten itt van. The Spirit of God. Isten szelleme. And the Word of God. És Isten igéje. And the wisdom of God. És Isten bölcsessége. Wow. Verse 3. Harmadik vers. Know that the Lord, tudjátok He is meg. God. Hogy az Úr az Isten. That's a big word. Ez egy elég nagy God. Szó. Isten. I love the word, isn't it good? God. Nagyon szeretem ezt kimondani, Isten. No. Tudjátok. That He is God. Hogy Ő az Isten. We had early morning prayer in Baltimore. Volt ilyen kora reggeli ima. On Tuesday morning reggel, and Friday morning és péntek reggelente, at 6:30. 6:30-kor, as some of the men és a férfiak közül, we come together összegyűltünk, at 6:30. 6:30-kor, and we're just quiet és csendben voltunk, for in the prayer. Az imában, and we are seeking God. És kerestük Istent. We want more people coming. Mert szeretnénk, hogy több ember jöjjön. We want more blessing. Szeretnénk több áldást. We want more healings. Szeretnénk több gyógyulást. We want more of the knowledge of God. És szeretnénk többet Isten ismeretéből. We want more fervency. Szeretnénk buzgóságot. We want more passion. Szeretnénk több more forgiveness. Megbocsátást. We want more revival. Szeretnénk ébredést. We want more churches. Több tüzet és több gyülekezetet. We want more pastors. Szeretnénk több pásztort. We want more Bible college students. Szeretnénk több bibliaiskolás diákot. We want more of God. Szeretnénk többet Istenből. In our assembly. Az összegyülekezésben. And in our fellowship. És a közösségünkben. And so we are waiting on God. Ezért várunk Istenre. And we know that God. És tudjuk, hogy Isten. Will do this. Fogja ezt megtenni. He always. Mindig. Answers prayer. Válaszol az imákra. Yes. Igen. He does. Tényleg megteszi. Wow. There was an old, a long time ago, 200 years ago. 200 évvel ezelőtt. There was a Finnish farmer. Volt egy finn földműves farmer. Up in the forest. Aki az erdőben élt. In Finland. Finnországban. And God got a hold of his heart. És Isten valahogy rabulejtette a szívét. And he walked 200 miles. És 200 mérföldet sétált. To talk to a priest. Hogy beszéljen egy pappal. And the priest told him. És a pap azt mondta neki. That he gave him a little book. Igazából egy kis könyvet adott neki. Of spiritual sayings. És ezek telve voltak ilyen szellemi mondásokkal. And this Finnish man. És ez a finn ember. Was seeking God. Kereste Istent. And he started to preach. És elkezdett prédikálni. And the Spirit moved.
és a Szent Szellem mozdult in the villages, a kis falvakban, and they went by horses, és lóháton mentek, and people walked, és az emberek sétáltak in the snow, a hóban, and there was revival, és ott volt egy ébredés, in the cold, a hidegben, in the snow, a hóban, 200 years ago, 200 évvel ezelőtt, a farmer, volt egy farmer, was seeking God, aki kereste Isten, and God answered, és Isten válaszolt neki. And this was called the Lestadius movement. És ezt ennek a mozgalomnak hívták. And you think about it. És ha ezen gondolkodunk. The spirit, ott a szellem, of men, ott az ember szelleme. There was another story. De van egy másik történet the is. Same thing. Ugyanez történt. In Norway. Ez Norvégiában and történt. This man walked through the country. És volt egy férfi, aki keresztül járta az országot. And he was preaching. És ő prédikált. And people turned to the Bible. És az emberek a Bibliához fordultak. And people got saved. És megtértek. And the Spirit of God moved. És Isten szelleme mozdult. You see, some of us can know God. Tudjátok, sokan ismerhetjük Istent. And when we know God, és amikor Istent ismerjük, we kind of stop listening, akkor egy picit így abba hagyjuk azt, hogy hallgassunk to all the distractions, mindaz a zavaró körülmény, and we start listening, re, ami körülöttünk van, és elkezdjük and our new nature hallgatni Istent, és is az új természet válaszol majd, and we are edified, és így felépülünk. And I want to hear a story about faith. És szeretnék a hitről történeteket hallani. I want to hear about love. Szeretnék a szeretetről hallani. I want to hear about miracles. És csodákról akarok hallani. I want to hear about God. Szeretnék Istenről hallani. I want to believe that God can do great things. Hinni akarom, hogy Isten nagy dolgokat tud megtenni. And we come before his presence. Oda megyünk Isten jelenlétébe. And we know he has made us. És tudjuk, hogy ő alkotott minket. In verse 3. Harmadik vers. It is he who made us. Ő az, aki alkotott minket. Do you see that? Látjátok ezt? Ott van. Okay, it's he. Okay. Ő alkotott minket. És nem magunk. He has made us and not ourselves. We didn't make ourselves. Mi nem magunk alkottuk, saját magunk. We didn't do this. Nem mi tettük ezt. He did it. Hanem ő tette. He made us. Ő alkotott minket. In verse 3. Harmadik vers. We are his people. Mi vagyunk az ő népe. And the sheep of his pasture. S a legelőinek juhai. Remember Jesus said about Herod. Emlékeztek, Jézus azt mondta Herodesről. He said, go. Azt mondta, hogy menj. Go, tell that fox. Menjetek és mondjátok meg annak a rókának. Go tell that fox Herod. Mondjátok meg annak a rókának, Herodesnek. Where I live, there's a lot of foxes. Ahol én élek, ott rengeteg a róka. And I see them at night. És látom őket éjszaka. When I go for a walk. Amikor elmegyek sétálni. Because I have a light on my head. Mert van ilyen fejlámpám. In the dark. Ami világít a sötétben. And you can see their eyes. És látom a szemüket. When they look at you, their eyes are bright like lamps. Amikor rájuk nézek, akkor így visszatükröződik a szemük, mint a kis lámpák lennének. And they're very smart. És nagyon okosak. And they're very capable. És nagyon képesek. And they walk and they stop, look, turn. Igen, mennek, aztán megállnak, így körbenéznek. Like Herod. Mint Herodes. Herod was a great politician. Herodes nagyon jó politikus volt. And he was clever. És nagyon okos is volt. And he was like a fox. Olyan volt, mint egy róka. But Jesus wasn't like a fox. De Jézus nem olyan volt, mint egy róka. Jesus was God. Jézus Isten volt. And he was a shepherd. És ő volt a pásztor. And he did not fear. És ő nem félt. He did not fight. És nem is harcolt. He did not defend himself. Nem védte meg magát. He was like a sheep. Olyan volt, mint egy bárány. A sheep. Mint egy juh. Some people are like wolves. Vannak emberek, akik olyanok, mint a farkasok. You know, I've said it many times. Ezt már sokszor mondtam. When I was in Russia, mikor Oroszországban I voltam, asked the taxi driver, megkérdeztem egy taxist, how is life? Hogy milyen az élet? And he said, és azt mondta nekem, I have to live like a wolf. Mondja, úgy kell élni itt, mint egy farkas.
And I said, what do you mean? És megkérdeztem tőle, hogy ezt hogy érti. He said, I have to fight. Azt mondta, hogy harcolnom kell. To survive. Hogy túléljem. I have to fight. I have to live like a wolf. Harcolnom kell, olyan életet élek, mint egy farkas. And he said, how are you? És megkérdezte tőlem, hogy I said, I'm like a sheep. Mondtam neki, én olyan vagyok, mint egy bárány. I don't know much. Nem tudok sokat. I'm not so careful. És nem vagyok annyira óvatos. I'm not able. És nem is vagyok képes. I'm not strong. Nem vagyok erős. I'm not smart. És nem is vagyok okos. I'm a sheep. Én csak egy bárány vagyok. But I have a secret. De van egy titkom. And that is my shepherd. És az az én pásztorom. I have a secret. Van egy titkom. We have God. Ott van nekünk Isten. How can you live? Hogy élhetsz? I hear the voice of the shepherd. Hallom a pásztor hangját. He teaches me. Ő az, aki tanít engem. He leads me. És vezet engem. He will take care of me. És ő fog rólam gondoskodni. Even in the presence of wolves. Még a farkasok között is. And foxes. Meg a rókák között. He is my shepherd. Ő az én pásztorom, igaz? This is verse 3. Ez a harmadik vers. We did not make ourselves. Nem magunk alkottuk saját magunkat. And we do not defend ourselves. És nem is védtük meg magunkat. We are not protecting ourselves. Nem próbáljuk megvédeni magunkat. We are worshipers. Hanem imádók vagyunk. We are wise. És bölcsek vagyunk. We live in love. És szeretetben élünk. We verse 4. Negyedik vers. Enter his gates with thanksgiving. Menjetek be az ő kapuin hálaadással. One person said to me, egy ember azt mondta nekem, I have seen Christians. Láttam keresztényeket. There are good Christians. Akik jó keresztények. There are also bad Christians. De vannak, akik rossz keresztények. They steal. Lopnak. They lie. Hazudnak. They are just like everybody else. Olyanok, mint bárki más. But then I have found Christians. De utána találtam olyan keresztényeket. And I don't understand them. Akiket nem értek. They are different. Ők teljesen mások. They are actually amazing. Ők igazából csodálatos emberek. How do they do that? Hogyan, mi a titkuk, hogy csinálják ezt? How do they live like that? Hogyan élhetnek így? How do they have the joy? Hogy van örömük? The thanksgiving. Meg hálaadás. The prayers, az imák, the answers, a válaszok, the quietness, a csöndesség, the confidence, és a bizonyosság. And it's verse 4. És ez a negyedik vers. We enter his gates. Bemegyünk a kapuin. With thanksgiving. Hálaadással. Let's see, hálaadással. Yeah, hálaadással. With thanksgiving, important word. Hálaadás, ez egy fontos szó. Be thankful. Légy hálás. A lot. Sokat. A lot of thanksgiving. Sokszor legyél hálás. A lot of it. Sok hálaadás. Really, a lot of it. Sok hálaadás, tényleg sok. Thank God. Thank God. Köszönöm Istenem. Really, thank God. Köszönöm Istenem. A lot of it, thank God. The Spirit is sok. In that. Mert ott van a szellem benne. The Spirit of God Isten szelleme. Is in thanksgiving. Ott van a hálaadásban. Yes. Develop it, practice it. Ezt tökéletesítsétek és gyakoroljátok, tanuljátok. And even in your dark days. Még a sötét napokon is. Enter his gates with thanksgiving. Menjetek be az ő kapuin hálaadással. Even at the end of my life. Még az életem végén is. Maybe we could say. Lehet, hogy azt mondhatnánk. My life is ending. Már az életemnek vége lesz lassan. I am angry about that. És emiatt dühös vagyok. I am angry. Dühös vagyok. Or. Vagy. Thank you, God. Köszönöm Istenem. I lived all these years. Hogy megéltem mindezeket az you éveket. You have protected me. És megvédtél engem. You have answered me. És válaszoltál nekem. You have given to me. És adtál nekem. You have helped me. Segítettél nekem. You have answered prayers. És válaszoltál az imákra. You have guided me. És you have kept me from evil. Vezettél engem, és megvédtél a gonosztól. You have blessed me. És megáldottál. Thank you, God. Köszönöm Istenem. And now, és most, if I have some trouble, ha van is bajom, that's okay. Az rendben van. As we have his nature. Mert ott van bennünk Isten természete. If I say prayers, hogyha imákat mondok, and there's no answer, és nincs rá válasz, then I want to know God.
akkor ismerni akarom Istent. He doesn't have to answer me now. Mert nem kell, hogy Isten azonnal most válaszoljon nekem. I just want to know him. Én csak szeretném őt ismerni. And whenever he answers, és bármikor válaszol, that's okay. Az rendben lesz. Because I know him. Mert ismerem őt. His nature. Az ő természetét. His peace. Az ő békességét. That's what I want. Ezt akarom. That's okay. És rendben van. He will do his work. Majd Isten csinálja az ő munkáját. That's the meaning. Ez a jelentése. Then verse 5. Ötödik vers. It says, "For the Lord is good." Mert jó az Úr. His steadfast love endures forever. Örökkévaló az ő kegyelme, az angolban szeretete. In his faithfulness. Az ő hűsége. To all generations. Nemzedékről nemzedékre. Two things. Két dolog. Let's see. Grace, right, mercy. Kegyelem, and irgalom. Then he is faithful. És a hűsége. Yes. Tényleg hűséges. All right, closing. Na, csak végezetül. Here's our life. Itt az életünk. Okay. But don't make a big deal about your life. De ne csinálj olyan nagy durranást az életedbe. My life, it's... Hát az élet az az élet. Don't make a big deal out of it. Ne legyen ez olyan nagy szám. If you are married. Ha házas vagy. Don't great. Az tök jó. If you're not married. Ha nem vagy házas. Don't make a big deal out of it. Akkor ebből ne csinálj olyan don't nagy worry dolgot. About it. És ne is aggódj felőle. If you're sick. Ha beteg vagy. I mean, that can happen. Ez megtörténhet. Okay. Hát jó. That's what I'm sick. Jó, hát okay. Akkor beteg vagyok. I don't have to be healthy. Nem kell, hogy egészséges legyek végül is. It's easy for me to say, but I'm just trying to say something. Amint, nekem most ezt így könnyű mondani, but here's my life. De itt az életem. I have children. Vannak gyerekeim. I don't have children. Vagy éppen nincsenek gyerekeim. I have money. I don't have money. Van pénzem, vagy nincs pénzem. I have a job. I don't have a job. Van munkám, nincs munkám. So this becomes like such a big deal. És ez az egész akkora nagy dologgá válik. You know, don't make a big deal out of it. De ne legyen ez akkora nagy dolog. This is the message. Ez az üzenet. Make a big deal. Isten. You know, in your heart. A szívedben. See God. Az legyen a nagy dolog, hogy látod Istent. And realize who he is. És az, hogy tudod, hogy ki ő. And praise him. És hogy dicsérd őt. And be thankful for him. És legyél hálás érte. And his nature. És az ő természetéért. And as we worship him. És ahogy őt dicsérjük. The Holy Spirit will help us. A Szent Szellem majd segít nekünk. You see, revenge. A bosszú. Revenge. Bosszú. Don't live in revenge. Ne élj ebben a bosszúállásban. Like see God. Hanem lásd Istent. And forgive. És bocsáss meg. And let it go. És csak engedd el. Let it go. Engedd el. Sometimes people carry their life around. Az emberek néha úgy cipelik az életüket. You know, this is how they live. Kb. Így élnek. They revenge and ott a bosszú. I don't have children. And nincs gyerekem. Or I'm not married. Vagy nem vagyok házas. And they just carry this around. És fogják is mindenhova cipelik magukkal. And this is who I am. Ez vagyok én. And it's not who you are. De igazából ez nem az, aki that te vagy. That is not, this is not who I am. Ez nem az, aki én vagyok. He has made us ő the sheep of his pasture. Minket, hogy a legelőjének a juhai legyünk. And we are thankful. És hálásak vagyunk. And we are enjoying his hűség. És élvezzük Isten faithfulness. And his faithfulness. Answers and his love. És a szeretetét. And we are worshipers. És imádók leszünk. It doesn't matter. I mean, God will deal with this. Nem számít, majd Isten ezzel elbánik. And it might be better I am not married. És lehet, hogy jobb is, hogy nem vagyok házas. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Köszönöm, Istenem. Praise you, God. Dicsérlek it might téged. Be better. Lehet, hogy jobb. That I don't have what I wanted. Hogy nincs meg nekem az, amit akartam. But that I have found him. De őt megtaláltam. And I'm always, you know, this is our nature now. És ez most már a természetes. Verse 1. Első making vers. A joyful noise. Vígan éneklünk. And what else?
Mit még? Entering his courts with thanksgiving. És bemegyünk az ő kapuin hálaadással. And serving him. És őt szolgáljuk. With gladness. Örvendezéssel. Bearing fruit. És gyümölcsöt termünk. And finding his way. Megtaláljuk Isten útját. And his will. És az ő akaratát. Okay, here's another one. Itt van még egy. I have problems in the church. Vannak problémák a gyülekezetben. And I can carry these around with me. Ezt is cipelhetem magammal mindenhova. And I have problems with people or the van church. Van bajom az emberekkel, a gyülekezettel. Or the pastor. Vagy a pásztorral. Whatever those things I know. Ezek a dolgok ismerem. I understand. És értem. But it's the same thing. De ugyanez a helyzet vele. Wait a minute. Várj egy picit. God can take care of the church. Isten majd elbánik a gyülekezettel. God can take care of people. És Isten lesz az, aki elbánik az emberekkel. God can bless us. Isten áld meg God minket. Can help us. Isten segít nekünk. God can answer. Isten fog válaszolni. God can move. És Isten fog mozdulni. God can help us. Isten segíthet nekünk. God can bless Hungary. Isten megállhatja Magyarországot. Yes, igen. He can. Igen, meg tudja God tenni. Can raise up people. Isten fog felemelni God embereket. Can speak to hearts. És ő fog szólni a szívekhez. God can heal bodies. Isten fog meggyógyítani. And if he does not, és ha nem teszi már, he will. Vagy ha megteszi, but if not now, de hogyha nem most, then I know him. Akkor ismerem őt. And in knowing him, és őt ismerni, it's his nature, azaz, hogy ismerem a that has set us free, ami szabaddá tett minket, so that we can walk with God, hogy járhassunk Istennel, and love, és szeressünk, like God loves, úgy, ahogyan Isten is szeret. No wonder Jesus said. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta. Don't worry. Ne aggódjatok. Yeah, he said it. Don't worry. Azt mondta, ne aggódj. Remember? Emlékeztek? He said it. Richard mondta. Wurmbrand said. Richard Wurmbrand azt mondta. Oh, Jesus said. Jézus mondta. Fear not. Ne féljetek. 366 times in 366-szor említette ezt Jézus a Bibliában. You know, one for every day. Minden napra egy. Fear not. Ne félj. Don't worry. Ne aggódj. Don't worry. Ne aggódj. Don't you know my father? Nem ismeritek az én atyámat? Why are you afraid? Miért féltek annyira? There's a storm. Itt a vihar. And Jesus said, "Why?" Jézus meg azt mondta, hogy "What is wrong with you?" Tehát mi bajotok van? What is wrong with you? Mi bajotok van? Okay. Jesus said to the disciples. Jézus azt mondta a tanítványoknak. This is what I want to say today. Ezt akarom ma mondani. You know, stay detached. Ugye ott van ez a stay detached. Help me with it. Tehát hogy legyél független. Yeah. And be attached. De ugyanakkor legyél kapcsolatban is. To the right thing. A helyes dologgal. Amen. Amen. Okay. Lord Jesus. Úr Jézus. Thank you for this day. Köszönjük ezt a napot. And for this assembly. És ezt a gyülekezetet. Yeah. Can you say that louder? Ezt a gyülekezetet. Thank you. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. For these Psalms. Ezeket a zsoltárokat. A praise. Dicséreteket. And thanksgiving. És a hálaadást. And for this nature. És ezt a természetet. That we have. Amit unless kaptunk, we are like children. És ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek. We will not enter the kingdom. Akkor nem léphetünk be a királyságba. Unless we are childlike. Ha csak nem vagyunk olyanok, mint a gyermekek. Yes. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.